Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 26-án portálnap van. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban van a plejádokkal. Ezen a napon van egy finom energiamező, nyílik egy kapu a plejádok felé, a spirituális terület felé. Ennek az energiának van gyógyító ereje is. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó? Erről beszámolok ebben a felvételben. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A 13-as szám az egy misztikus szám volt a majáknál, és ők úgy gondolták, hogy ez a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap augusztus 26-a az egyes hullámban van, ami egy új kezdetre utal. Amikor meg tudjuk valósítani az ötleteinket, amikor megtesszük az első lépéseket, amikor aktívak vagyunk. Ez a portálnap a hatodik nap ebben az első hullámban, és ez a nap azt jelenti, itt vannak emlékek. A nap olyan romantikusan telik el, hiszen vannak álmok, vágyak, elképzelések. Az is lehet, hogy valaki éppen gondol rád, álmodik, álmodozik rólad, és hamarosan lépéseket tesz feléd. A maja naptárban minden nap van egy szimbólum. Ezen a napon, augusztus 26-án Cimi uralkodik, ami lefordítva egy hidat, vagy egy égi hidat jelent. Itt a képen látható ez a híd. Ez jelentheti azt, hogy az egyik partot elhagytad, a hídon vagy. Ez egy átmeneti időszak, hiszen az új partot még nem érted el. Ez jelent változásokat, vagy munkahelyi változást, hogy vannak tervek, de még nem mondtál fel, még nincs új munkahely. Ez lehet egy költözködés, hogy épp a költözködés közepén állsz, vagy az is lehet, hogy lezártál egy kapcsolatot, és most kialakulóban van egy új kapcsolat. Ez a híd szimbolizálhat egy égi hidat is, egy kapcsolatot az isteni hatalommal. Amikor megvan most a lehetőség arra, hogy felvegyük a kapcsolatot az angyalokkal, vagy imádkozzunk, vagy úgy érezzük, hogy valaki ott van mellettünk, figyel ránk, óv bennünket, hiszen megvan ez a híd, megvan ez a kapcsolat. Hogy miről van szó ezen a portál napon, ezen a szertartáson, ezt összefoglalnám. Ennek van gyógyító ereje. A szertartás után áttehetjük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Lesz egy új kezdet, lesz egy változás, de benne vagyunk egy átmeneti időszakban. Ezt így el kell fogadni, az a fontos, hogy az irány az jó legyen, hogy jó út
útban haladjunk, és hogy hamarosan ez az új part látható legyen, azon kívül, hogy meglegyen a kapcsolat az angyalokkal, a Jóistennel, az égi hatalommal, és hogy az imánkat ők meghallgassák. Azon kívül tudnunk kell, hogy ők óvnak, védenek bennünket. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!